Én most is csak ismételni tudom magam, hiszen ezt a sorsolás előtt is elmondtam, hogy igazából saját magunkkal kell foglalkozni, saját magunknak kell minél jobban megoldanunk azt, hogy a szeptemberi EB selejtezőig minél erősebbek és minél bátrabb és minél eredményesebb csapatunk legyen. Hiszen nagyon 40 éven keresztül csak az ment, hogy mindig az ellenfelekkel foglalkoztunk, még ki se húzták, és ha kihúzták, akkor a hú, mennyi esélyünk van, azt latolgattuk. Én azt gondolom, hogy nem latolgatni kell, hogy mennyi esélyünk van, hanem tenni kell azért, hogy minél erősebb és jobb válogatottunk legyen. Megvannak a felkészülési mérkőzések. Én azt gondolom, hogy benne van a nevében is, hogy felkészülési mérkőzés. A felkészülési mérkőzéseken ki kell, hogy jöjjenek azok a, ha vannak problémái a csapat játékában, azokat ki kell tudnunk javítani, hogy a szeptemberi EB-s elejtezőn, amikor pontokra, kemény pontokra megy a játék, hogy akkor ne veszítsünk olyan hibákból, amit le lehet gyakorolni és föl lehet építeni. Úgyhogy én erre ez a válaszom, de tulajdonképpen azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy ismerve most már az ellenfeleinket, minél jobban föl kell belőlük készíteni a csapatot, minél jobban ki kell elemeznünk, hogy mik az erősségei és mik a gyengei. Úgy gondolom, hogy szeptemberig mindegyik válogatott, ugye van, aki VB-n is kint van, biztos, hogy lehet, hogy ők is fognak játékosokat cserélni, lehet, hogy változik a rendszerük és a fölállásuk is. Követni kell, még egyszer mondom, minden mérkőzéseket úgy ki kell elemezni, hogy mire az adott mérkőzés jön, olyan stratégiát tudjunk felépíteni, hogy eredményesek tudjunk ellenük lenni. Egyrészben én azt gondolom, hogy megmutatja, hogy hol tart a csapat, megmutatja azt, hogy egy a csoportban lévő adott csapat ellen mire vagyunk képesek, vagy ők mire képesek ellenünk. Én mindenféleképp jónak ítélem meg, hogy a sors így hozta össze. Mi nálunk is biztos változni fog, addig a keret szerintem náluk is. Biztos, hogy ez is egy mérkőzés, és az is egy teljesen más mérkőzés lesz. Utaztam volna én is, beszéltem a főtitkár úrral, hogy ki kellene mennem, hiszen a fradi játékosok nem voltak például bent az összetartáson akkor, illetve úgymond éles mérkőzésen meg szerettem volna nézni, hogy a haladási játékosok mire képesek, illetve a ferencvárosi játékosok az új edzővel mire képesek, milyen rendszerbe játszanak, hogy az adott rendszerbe ugyanazt a mozgást csinálják-e, vagy nem, hiszen március 5-e az itt van a nyakunkon, és effektíve nekem nem volt kint dolgom, csak ki kellett volna mennem, hogy ott legyek a sorsoláson, és én arra kértem a főtitkár urat, hogy hagy maradjak, mert én hasznosabbnak ítéltem meg, hogy megnézem ezt a mérkőzést, mint hogy kiutazzak és haza. A Nemzeti Sporttól kapitányról azt kérdezném, hogy nem tart-e attól, hogy hamarosan keretet kell hirdetni, és ha túlzottan sok itthon játszó játékost hív be, akkor azért fogják kritizálni, ha pedig a légiósokat, akkor pedig azért, hogy mire volt jó az a sok összetartás. Ez a van sapkád, nincs sapkád esete is, én azt gondolom, de én soha nem foglalkoztam azzal, hogy mit mondanak. Nekem van egy elképzelésem, én megmondom, hogy mit szeretnék, hova szeretnék szeptemberig eljutni. Azt is elmondom, hogy nem 20-an fogunk bejönni az edzőtáborba itt a finn mérkőzés előtt, hiszen nagyon rövid, lerövidült a nemzetközi naptár. Akik külföldön vannak és nem sérültek, és úgy ítéljük meg, hogy a válogatottban most lehet, hogy szerepet kapnak a finn mérkőzésen, vagy hosszú távon számolunk velük, azokat meghívtuk, hiszen
ki kell használnunk azt, hogy ők is megismerjék azt, hogy mi felé megy a válogatott, akik Törökországban sem tudtak ott lenni, hogy mik azok a rendszerek, amiben szeretnénk, ha mozogna a csapat, az abban a rendszerekben mik azok az elvárásaink az adott játékosoktól, az adott poszton, mind védekezésben, mind támadásban. Úgyhogy nem 20-on fogunk most sem bejönni. A játékosokkal meg kell értetni azt, hogy lesz, aki ezen a mérkőzésen pályára lép, lesz, aki nem. Van olyan, aki itthon játszó, nem fog pályára lépni, van olyan, akik kintről jönnek, és nem fognak pályára lépni, hiszen május 21-én lesz válogatott mérkőzés, és akik nem lépnek itt pályára, azokat megpróbáljuk ott pályára léptetni, hiszen akkor a magyar bajnokságban még folyik a bajnokság, és a külföldi játékosoknak, a külföldi játékosoknak pedig ott vége lesz, úgyhogy még egyszer mondom, lesz olyan, aki pályára fog kerülni, lesz, aki nem. Fehér György forszoltuk. Szeretném kérdezni, a kapitány úrtól, a MLS-től azt a tájékoztatást kaptuk múlt héten, hogy a kapitány úr készíti fel az U21-es válogatottat is az ötödikei Skócia elleni meccsre. Mikor válik ketté lényegében a keret, ha nem is fizikailag, de mikor dönti el a kapitány úr, hogy ki az, aki az U21-be fog szerepelni, kérdezni a felnőtt válogatottat? Felkészítésre igazából most nem volt idő, az U21-es válogatónk effektíve már matematika esélye sincs arra, hogy kijusson a nemzetközi tornára. Itt ki fogjuk jelölni, illetve kijelöltük már azt, hogy ki fog menni az adott mérkőzésre. Együtt fogunk keretet hirdetni. Más edző fog velük menni, hiszen nem tudunk, hiszen egy napon játszunk, de utána önállók is beszeretnénk vezetni azt a összetartásokat, ami a nagy válogatottnál van, hiszen még egyszer mondom, szeptemberben van nekik ugyanúgy tétmérkőzésünk, addig megpróbáljuk őket is ugyanabba rendszereben, rendszerekbe fölépíteni, akik nem voltak itt benne a nagy válogatottnál, csak a saját csapatuknál, hiszen azok a játékosok tehetséges játékosok, ugyanúgy foglalkozni kell velük, és ugyanúgy építeni azért, hogyha a nagy válogatottba bejönnek, az adott rendszerbe tudják ugyanúgy a feladatokat, mint akikkel most itt vagyunk, illetve tovább mennék azokat az U20-os korosztályt már összehívva az U21-es korosztályjal, építve a jövőjét a U21-es válogatottnak. Én is. Tiszteltem, kapitány úr, bár említette, hogy nem szeret jóslásokba bocsátkozni, és még nyilván nagyon kora is lenne, de látva a csoport ellenfeleket, akik eléggé egy szinten vannak egymással is, és akár a válogatottal is, ön hogy érzi, mi a realitás a válogatott számára ebben a csoportban? A realitás az, hogy minél jobban fölkészüljünk a szeptemberi EB mérkőzéseinkre. Ha most jelen pillanatban meg tudja valaki mondani, hogy szeptemberig milyen erőt fog képviselni a görög, vagy a finn, vagy az északír, vagy a Feröer-szigetek, az azonnal jelentkezzen, fölveszem a stábomba, mert én sem tudom. Az adott mérkőzések meg fogják mutatni, hogy milyen erőt fognak képviselni, milyen stratégiát kell ellenük választani, ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni. Tehát én azt gondolom, hogy fokozatosan figyelni kell őket mind olyan mérkőzésen, amin pályára lépnek, és azokat a mérkőzéseket összevetítve velük, amik idáig megvoltak az utolsó 4-5 mérkőzés, hogy mik azok, amiket a játékukban újítanak, vagy mik azok, amiben erősödni tudtak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkoznunk, és 40 évig jóslások voltak itt meg, hogy mire vagyunk képesek, és akkor mindig hoppon maradtak az emberek. Én nem szeretném a magyar népet, a magyar nemzet szurkolóit becsapni. Én azt szeretném, hogyha fölmegyünk a pályára, akkor emelt fővel tudjunk lejönni. Legyen ez bármilyen mérkőzés, úgyhogy ezen vagyunk, ezt próbáljuk itt megértetni a játékosokkal is, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy eredményesek tudunk lenni. Ha már szóba került a szakmai stáb, rövidesen látni fogjátok, hogy Pető Zoltánnal megerősödtünk, és részem is van a szakmai stábnak, úgyhogy ezt egyébként ugye látni fogjátok, hogy 13-30 az edzésről, Bence. Még egyet kérdeznék, a szurkolók ugye egyre inkább kíváncsiak most már, hogy a Finnország elleni mérkőzésen ki lesz a kezdő 11. Nyilván nem árulja, mekkora változás lesz az elmúlt évekhez
kicsi, nagy vagy óriási? Aki kilátogat és megtisztel minket, hogy kijöjjenek, azok meg fogják látni. Na, most a mérkőzésen? A szerdai mérkőzésen. Milyen volt a benyomásod, illetve ugye azt lehetett hallani, hogy volt olyan edző, aki azt kérte, hogy ne legyenek kivételek. Tehát, hogyha ő odaadja mindig a játékosait, akkor más klubok ne vonják ki magukat ez alól. Hogy lehet ezt egységessé tenni, hogy adott esetben valakinek kerül erőbe vagy nem? Hát úgy, hogy most itt vagyunk, mert nagyon jogosan volt olyan, aki kérte, azt gondolom, hogy az egyesület részéről és az edző részéről is, hiszen hogyha a magyar labdarúgásban azt mondtuk, hogy fogjuk meg egymás kezét, és próbáljuk meg egy irányba menni, vagy a szekeret egy irányba tolni, akkor ott mindenkire gondoltunk. Itt a magyar válogatott nagyon sok csapatból lévő játékosok alkotják a keretet, és az volt a kérés, hogy vagy mindenki, vagy senki. Én egyet is értettem ezzel, és meg is ígértem nekik, hogyha úgy van, hogy egy csapat nem adja ide a játékosát, akkor nem fogom, én fogom lemondani az összetartást, nem fogok egyetlen egy csapatot sem előny, vagy hátrányba hozni. Ez véget. Én úgy gondolom, hogy akik itt voltak, a Weber Gyuri nem tudott eljönni, de ő mondta, hogy mindenben támogott, tehát beszéltünk a Gyurival. Minden edző támogatását adta, aki itt volt. Volt olyan dátum, amit kikerült az edzői testület, vagy akik NB1-ben dolgoznak, edzők kérték, hogy a márciusi hónap úgy ítélik meg, hogy erős, akkor vegyük ki, kivettük, tehát minden olyan dolog úgy lett leegyeztetve, és úgy álltunk fel az asztaltól, hogy mindenbe egyetértettünk, mindent megpróbáltunk úgy alakítani, ami őnekik is jó, hiszen mi, a válogatott, azt gondolom, hogy nagy öröm, hogyha a klubedzők elengedik és a klubvezetők elengedik, és mi jobban tudjuk alakítani napjainkat, hogy mikor jövünk be, és ez így is adódott. Volt, aki azt mondta, hogy akkor most küldjük ki, mindenki lássa el aláírásával azt, hogy nem is kell ezeket a napokat újra egyeztetni, úgyhogy én azt gondolom nagyon-nagyon pozitívan álltak hozzá a megjelent kollégák, hiszen mindenki azt gondolom átérzi, hogy igaz, hogy ez nem sok, amennyit együtt vagyunk, de nem is kevés. Tehát ezeken a napokat föl kell úgy tudnunk használni, hogy minél erősebb legyen, és minél jobban megértsék a játékosok azt, hogy mit kérünk tőlük. Hogyan érzi a kapitány úr, támadásban vagy védekezésben tart előrébb most a csapat ahhoz képest, amit tervezett? Hát együtt építjük a dolgainkat, hiszen a mérkőzésen belül támadni és védekezni is kell. Az együttes mozgásra próbáljuk összerakni, hiszen voltak olyan mérkőzések, ahol a védelem mögé tudta kerülni, és problémái voltak a csapatnak. Én azt gondolom, hogy rendezni kell a sorainkat védekezésben, és abból úgy kell tudnunk indulni, hogy a biztonságunk meglegyen, hogy ne tudjon úgy az ellenfél kijönni labdaszerzés után, hogy azt végig tudja vinni. Tehát próbáljuk meg rendezni a sorainkat a labdakihozataltól a támadás vezetésig, illetve a támadás befejezéséig, úgyhogy együtt próbáljuk ezeket csinálni. Belekben is kint a török edzőtáborban próbáltuk a labdakihozatalt, majd a támadás vezetést, a kettőt egyberakni, és azokat próbálgatni az edzésen belül a labdakihozataltól a támadás vezetésig, illetve a támadás befejezéséig. Hozzá kell tennem, hogy nagyon pozitívak a játékosok, de az is igaz, hogy nagyon nagy bizonyítási vágy van bennük, és nagyon sokszor elrohanják úgy a játékot, ami még egyszer mondom, hogy pozitív jel, mert tenni akarnak, de úgy nem lehet
ezt megtenni, hogy túl kinyíljon a csapat. Tehát egy picit azt gondolom, hogy fegyelmezettebbnek kell lenni, és még jobban együtt kell tudnunk mozogni, de azért vannak ezek az összetartások, hogy ezeket össze tudjuk rakni. Formájára érzi esetleg, hogy valamit változtatni kellene, tehát hogy több csapat, kevesebb csapat, tehát hogy valamit, tehát jó így az NB1-e, ahogy most van? Hát a konkrét kérdést teszel, akkor konkrétan válaszolunk, mert most kevesebb, több forma, ilyen vagy olyan, konkrétan mondja, és akkor konkrétan válaszolunk. Tehát az, hogy elég kiegyenítette a bajnokság, vagy elég megfelelő számú mérkőzést játszanak el, tehát erősebb mérkőzést játszanak el a csapatok ahhoz, hogy mondjuk a magyar foci előrébb jusson a nemzetközi szinten. Mert ugye ön is most a válogatottban nagyon sok hazai játékos tívbe, és ezt szeretnénk, hogy minél több olyan játékos legyen a válogatottban, aki itthonról kerül behívásra. A bajnokság eldönti majd, hogy léptünk előre, vagy nem. Az elmúlt fél év, én azt gondolom, nagyon jó mérkőzések voltak, ha csak a győri mérkőzéseket mondom, 0-1-ről egy ember hátrányában tudtunk mérkőzéseket fordítani, látványos mérkőzéseket játszottunk. Én azt gondolom, hogy lépett előre a magyar futball, de azt is hozzáteszem, hogy nem negatívan kellene beszélni a magyar futballról, mert ha jobbra nézünk egy országba, előre nézünk egy országba, vagy hátunk mögé nézünk abba az országba, nem vagyok benne biztos, hogy jobb a bajnokság, csak sokkal pozitívabban állnak hozzá az emberek. Köszönjük szépen. Jó, egy utolsó dolog, ez már tényleg nagyon konkrét leszek. Feladtad a Vizai útnak a haladásra adni mérkőzésért, megérte? Mit láttál? Nézd, én azt gondolom, hogy egy olyan mérkőzés volt, ami az első tétmeccse volt a Ferencvárosnak is, illetve a Szombathelynek. Minden játékosra kíváncsi vagyok, aki a válogatott keret tagja. Minél többször meg kell nézni, hogy azokat a mozgásokat a saját csapatukban megteszik-e támadásba, illetve védekezésbe, amit mi elvárunk. Én úgy ítéltem meg, mivel a Ferencváros játékosai kevesebbet voltak bent, illetve ugye a Ricsi sérülés véget kevesebbet tudott velünk edzeni és játszani. Kíváncsi voltam azokra a mozgásokra, hogy amit mi elvárunk a válogatottba, hogy azokat megteszik-e. Én azt gondolom, hogy részben megtették, részben nem.